Sikerül, Diffog! Nem így! Ó, majdnem! Igen! Gyerekek, jó hírem van számotokra! Nyugdíjba vonul! Fantasztikusan elmondom még egyszer. Felkelek a síromból és eljövök, hogy kikérdezzem tőled a szorzótáblát. Ma projektünk van, de nagyon szokatlan és hasznos. De fel kell oszlanunk párokra. Én rosszal leszek! Én bele! Menő! Haverok, most hiányzik sötételen. Az lesz a feladatotok, hogy ma gondot kell viselnetek a babákról. Emberek, nektek tetszik az angyal és a démon? Szeretnétek róluk még részeket? Akkor adjatok sok lájkot! 1, 2, 3! Bravo! Ne felejtsetek el feliratkozni! Esélytelen! Először elhagynak a barátaim, most pedig szingli anyuka vagyok. Ne felejtsetek el gondoskodni róluk! Etessétek őket, és öltöztessétek őket! Olyan édes, olyan, mint te! A mi babánk miért ilyen csúnya? Mert azon itt az anyjára! A gyerekek veled maradnak válás után. Velem? Bocsi, de a szingli anyukák kapnak valami szociális biztosítást. Arany Stacy, egyest kapsz, ha a gyereked nem lesz boldog. Oké, de én miért aggódnék emiatt? Ezt mondjátok a babysitternek, a védőnőnek, az orvosnak. Harany Stacy, te fogsz rá vigyázni! Rendetlen Gerald, te maradsz a babával, nekem pedig egy óra múlva mennem kell a szalomba. A fiatal anyukának mindig szépnek kell lennie. Rendben, könnyű, mint a toll. Ő fekszik, én ülök. Ennyi. Hát nem olyan könnyű. Ezek robotbabák. Ez milyen undorító hang? Ez a babáitok sírása. Mennyit fizettetek nekik, hogy így csúfoljanak? Ha nem vigyáztok rájuk, így fognak visítani egész idő alatt. Ha valahol le lehet kapcsolni ezt a hangot. Ugyanott, mint rajtatok. Megyek innen. Jövök lecsekkolni a nap végén. Hogy van rajta gomb. Mary Johnson azt mondta, meg kell találnunk a hangkapcsolót. Találjátok meg magatokon. Rossz, ez vicc volt. Ismerd a testet. Nem léteznek hangregulátorok. Én igazából nem férek hozzá minden testrészemhez. Megnéznétek nekem? Nem, esélytelen! Meg akartam mutatni a hátamat. Figyelj, kedvesem. Egyezzünk meg, nem volt elég. Megnőttek a gombák a fejemen, bátál mind. Ezt a bit csinálják, riggatni kell. Ringasd már! Anyuka vagyok. Matriarhátusunk van a családban, szóval ringasd már. Kifizetem! Megteszed ezt, nem? Nem így! Majdnem! Zsepik, kaja és pelusok. Én elmentem dolgozni. Nem gondolod, hogy valami nincs rendben? Na, most már minden oké. Ne felejtsd megetetni a babát és pelus cserélni. Én vagyok az anya, tehát az én dolgom lesz ez. Ugyan már, mit csinálsz? Hová mész? Ne
ne arra! Mennél inkább te melóba? Mi? Azt az apáknak kell csinálni. Miért? Én jól érzem így magam. Akkor segítened kell. Kicserélni a pelust. Ó, már találtam is egy jó munkát. Ilyen gyorsan? Gondoltál, melót nem lehet kapni minden nap. Ha egyszer kapsz, akkor nem szabad elszalasztani. És mit fogsz csinálni? Munkás leszek, de amúgy kések. Ez az első munkanapom. Ember, én nem tudom, hogy te mit tervelték ide, kérlek, ne kakíj ma estig. És muszáj lesz. Gyártási év 2001. Ember, idősebb vagy nálam, és továbbra is kakíjsz. Babával beszélgetek? Ó, Istenem. Szóval, te egy felnőtt ember vagy, és gondot viselsz magadról. Én mentem. Csak próbáld meg! Mivel próbálkozol most? Hé, ember! Te anyuka vagy? Hol van Kate? Elment dolgozni. És azt tudod, hogy karantén van és nem mehet sehová? A fenébe! Igazad van. De ő csak fekszik és eszik, pont mint én. Tudod, mi következik azután, hogy evett? A fenébe! Wow. Szívem, hol vagy? Ki kell cserélnünk a babánk pelusát? Sokáig kiszivárgott a gáz, nem látok semmit. Nem akarok hozzányúlni, nem akarok. Fedd meg, vagy meghalunk. Fussz az életedért! Most minden száraz lesz, lányom. Nyú-nyú-nyú. Kicserék a pelust. Most megyünk aludni. Szerintem kicserélték a kisbabámat a szülészeten. Nem tetszik neki a pénz. De miért aggódsz? Csak vigyáznunk kell rájuk ma estig. Nem nehéz. Szeretnéd, hogy megtanítsak kicserélni a pelust? Figyú, és ha esetleg üldögélnél a kisbabámmal, meg kell csinálnom valamit. Most azonnal. Csak pár perc, utána majd megtanítasz, hogy kell pelust cserélni és megetetni a kisbabámat, és akkor megsétáltatjuk őket. Az emberek a kutyákat sétáltatják. Mit számít? Kérlek, kérlek, kérlek. Oké. Ez meg mi? Ő kezdte! Én csak megvédtem magam! Ezt be tudom bizonyítani a bíróságnak. Oké. Okay. Ó, hogy vagytok, kisbabáim? Most majd elmondok nektek egy szép mesét. Mit csináltok? Cent, épp hogy elaludt. Miért kínzod magad? Csak adod a kisbabát okosnak, ahogy én is. Jó embert fog faragni belőle. Haver, segítesz? Ó, menj okos Júliához, és mondd, hogy szép két egyedül hagyott a kisbabával. Szingli apuka vagy, és kell az ő segítsége, érted? Menj, menj, menj már! Minden rendben lesz. Szuper. Mit szeretnél? Kapd el! Hova mész? Ez meg mi volt? Ó, fájt a sport! Kisbaba repül! Kicsit összezavarodtam, megijesztett.
azt mondta, hogy odaadtam neki a kisbabát. Te a mi kisbabánkat adtad oda? És mit mondtam neked? Mindent megadtam. Dolgozok, mint egy bolond, és te nem bírsz vigyázni a kisbabánkra? Mit öltözöl velem? Én anyuka vagyok. Én itt sziklotozhatok. Hol voltál? Ismerem én a te melódat. Egész nap a kocmába jársz. Egész éjszaka nem aludtam, és rád odaadtam látom a legjobb éveimet. Válni akarok. Úgy tűnik, hogy ez egy klinika. Azt mondanám börtön. Mellőzzétek a mi problémáinkat. Ilyen a helyzet. Gyertek velem! Most meg fogjuk tanulni, hogy kell ringatni a kisbabát. Elvesszük a plédet, és beletekerjük a kisbabát, mint egy borítékot. Sikerült! Így ringattak téged, amikor kicsi voltál. Nézd meg a kisbabát! Be kellene tiltani a szülői jogaidat! Mondtam, hogy ő kezdte el, semmit sem fogsz bebizonyítani. Rendetlen, Gerard, ő nem palacsinta! Csak éhes voltam! Csak arra gondolsz! Add ide a kisbabát! Csak akkor láthatod, ha a bíróság engedi! Hó! Hogy telt a nap? Sikerült, ahogy látom. Csendes béke van itt. Minden nagyszerű, megtanultuk, hogyan kell... Imádom a kisbabákat. És ti? Mindent együtt csináltunk, mint egy igazi család. Igen. Bravo, gyerekek! 5-öst kaptuk negyed évre! Ügyes kém! Hurrá! Én most beviszem a jegyeiteket az e-naplóba. Oh, nem fogtok tudni élni a kisbabáitok nélkül! Higgyétek el! Végre, megint egy másodperc, és megint összeverekednék vele. Figyú, nézzünk meg egy filmet. Oké. Hé, csatlakozhatok én is? Persze, menjünk. Kijött egy új film. Én benne vagyok. Várjatok! Mi van a babákkal? Megtetszett, hogy család vagyunk. Ezt átadjuk neked. Tényleg? Persze. Szerintem csak neked tudjuk átadni, hogy viseld gondját ezeknek a gyönyörű babáknak. Te nagyszerű anyuka vagy. Én még nem állok készen, de te erre születtél. Úgy örülök. Hova mentek? Hát, melózni. Ah.